az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Shakespeare 75. szonettjével lepte meg a hölgyeket nőnap alkalmából Kozári Ferenc. A nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub idén is megrendezte nagy népszerűségnek örvendő nőnapi báját. Ahogy mindig, most is a táncé és a jó hangulaté volt a főszerep. A résztvevők között akadt olyan, aki már 25 éve a klub tagja, és számos rendezvényt, ezzel együtt sikereket tudhat a háta mögött. Itt mindig nagyon jó hangulat van. Nagyon szeretnek az emberek egy kicsit mulatni, táncikázni. Képesek még Enyingről is eljönni a lányok, vidékről is, hogy itt jól szórakoznak. Hangulatos, igyekszünk mindig a vendégek meg a tagoknak a kedvére csinálni, úgyhogy mindenkinek szeretnénk élményeket, hogy minél nagyobb élménnyel távozzanak. A cél idén sem volt más, mint hogy a szépkorúak kiszakadjanak a hétköznapokból, és együtt töltsenek el egy felejtetetlen délutánt. Általában ami bálakat itt most csináltunk a Covid után is, meg előtte is, mert ugye akkor legtöbbet nem itt voltunk, mindig jól sikerül, általában olyan 7-8 óráig eltart, és a végére nagyon nagy hangulat szokott lenni, úgyhogy én meg vagyok elégedve ezekkel a nyitott válokkal. Az Egyesület soron következő eseménye március 21-én lesz, akkor Csertán Balázs jogász tart majd előadást a nyugdíjasoknak a Felsővárosi Közösségi Házban.